Ez úgy volt, hogy a magyar válogatott készült kifelé Dél-Amerikába. És itt megszállt egy éjszakára, ennek fejébe kijött és edzőmérkőzést akart velünk játszani. Na most a edzőmérkőzés közben ugye, hát fölállt az Eto és minden is a válogatottba. Az első fél időben 5 gólt rúgtam nekik. Utána még a második fél időben engedtek egy 10 percet játszani, és le kellett mennem a pályáról. Mert sajnos így alakult a dolog. Na most ennek az volt az eredménye, hogy ez a válogatottság, amin bekerültem, abban a pillanatban a tartalékként már is benn voltam ennek a keretben, aki Dél-Amerikába ment.